27%-ról 5%-ra csökkentik az elviteles ételek áfáját az éttermekben. A kiszállított étel áfája 5% lesz, de a kiszállítás díja marad 27%-os áfával terhelt étel, így a számlán mindkét tételnek szerepelnie kell. Nem jelent különösebb plusz terhet, egyedül annyit jelent, hogy a saját rendszerünkben az áfa kulcsot átállítjuk, új árlistát nem kell kialakítani, semmilyen különlegesebb intézkedést nem jelent. A kormány most újabb intézkedéseket hozott, amelyekkel az ágazat túlélését segítik. Továbbá megtérítik a szállodák november 8-ig beérkezett, a zárás után 30 napra vonatkozó foglalások értékének mintegy 80%-át. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket erre az időszakra. Az éttermek működhetnek házhoz szállítással, az ott dolgozóknak az állam átvállalta a munkabér 50%-át és a járulék fizetését. Mindez jelentős segítség az ágazatban tevékenykedő cégeknek és munkavállalóknak. Nagyon örültünk a bejelentésnek, ugyanis bízunk abban, hogy egy kicsit könnyebb lesz, így hogy kevesebb áfát kell fizetnünk, ami ugye megmarad a vállalkozásoknál, azt esetleg munkabérre tudjuk fordítani, ezzel is, hogy a koronavírus járvány okozta nehéz időszakban egy kicsit, tehát könnyebb lesz a dolgozókat megtartani, ösztönözni őket. Kun János séf örül a döntésnek. Egyelőre úgy néz ki, hogy az, ami eddig is volt, az marad, és valószínű, hogy akár még ez nőni is fog, ez a dolog. Egyre több az érdeklődő. Most azt lehet mondani, ugye, hogy ez még egy, most kezdődött el ez a dolog, egy pár napja, de igen, egyre több a megrendelés házhoz, úgyhogy nem lesz kevesebb a munkánk, az biztos. Ezen túlmenően hatályba lépett az az utazás szervezőket érintő intézkedés is, miszerint a vagyoni biztosítékot a 2019-es lezárt forgalmuknak csak az 50%-a után kell megfizetni, mivel a 2019-es év erősebb volt, mint az idei. Ez a kisebb utazási irodáknak óriási lehetőség az életben maradáshoz.